Megemlékezések a Topolyai és a Kishegyesi községben. Magyar állami elismerés három vajdasági magyar értelmiséginek. Palágyi Krisztián harmonika est Topolyán. Kerekasztal beszélgetés, hogyan képzeljük Topolyát címmel. Jól kezdődött a bajnokság tavaszi része a TSC labdarúgói számára. Köszöntöm kedves nézőinket, március 16-ai híradónkat látják. Ökumenikus istentisztelettel kezdődött a bácskosútfalvi református templomban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulójának a tiszteletére szervezett egyik központi megemlékezés. A megjelenteket Múric Árpád lelkipásztor köszöntötte, majd Szakály József a szabadkai kertvárosi plébánia plébánosa hirdetett igét. Dolinszky Gábor evangélikus püspök helyettes imája és a himnusz eléneklése után a jelenlevők a Kossuth szoborhoz vonultak, ahol egyperces néma csenddel adóztak a katonai helikopter katasztrófa áldozatai emléke előtt. Ijjés Gyula két március című költeményét Czrnkovich Éva adta elő, majd Seffer Attila a helyi közösség tanácsának elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük Pintér Attillát, Magyarország belgrádi nagykövetét, dr. Kovács Gábort, a szabadkai magyar főkonzulátus konzulját, Radecki Jenőt, a Fejér megyei kereskedelmi és iparkamara elnökét, Pásztor Istvánt, a vajdasági magyar szövetség elnökét, Hajnal Jenőt, a magyar nemzeti tanácselnökét, a megjelent egyházi méltóságokat, közéletünk és kulturális életünk szereplőit, a vajdasági magyar közösség parlamenti nemzeti tanácsbeli tartomány és önkormányzati képviselőit és a sajtó képviselőit. Csak is mi őrizhetjük meg az ünnep fényét, csak is mi adhatjuk tovább az ünnep melegét gyermekeinknek. Március 15-e épp úgy ránk van bízva, mint magyarságunk. Amíg tehát szívből ünnepeljük március 15-ét, addig meg lesz a magunk 1848-as emléke, és ápolni fogjuk azt. Mint a példa mutatja, megéri összefogni, bátran, de felelősséggel tenni, bízni a magyar összefogásban, és dolgozni, mert a közös szerepvállalás nem elsősorban önmagunk miatt fontos. Nekünk felnőtteknek példát kell mutatnunk gyermekeinknek. Örökségünket megtartani, ápolni és gyarapítani, jelenünket tisztséggel megélni, élhető jövőt tervezni, ez nagy felelősségünk feléjük. Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete olvasta fel. Többek között ez áll benne. Ma is úgy gondoljuk, hogy a magyarok szabadságát csak a magyarok vívhatják ki. Összefogással, munkával és egyetértéssel. 2015-ben sem kívánhat mást a magyar nemzet, mint hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Varga László, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségi tagja, beszédében március 15-ét a vajdasági magyar közösség számára a legkedvesebb nemzeti ünnepnek nevezte, amely időben távol van már, de egyszer s mint közel is. Szónoklatában kiemelte. De Szerbiát ma százezrek, talán nem túlzok, azt mondom, hogy milliók élik meg nap mint nap élhetetlen országnak. És sok szempontból nehéz is vitába szállni azzal, amit az emberek éreznek. Mi minden szempontból más országot szeretnénk. Modern, 21. századi európai államot. De tudjuk, hogy nem a vajdasági magyaroktól függ elsősorban, hogy milyen ország lesz Szerbia. De az igenis tőlünk függ, hogy vállaljuk-e a felelősséget saját ügyeinkért. Azért, hogy településeinket és városainkat szebb és élhetőbbé tegyük, hogy hagyjuk lepusztulni. Mint mondta, ma is olyan példával kell előjárni, amely minden nehézség ellenére reményt kelt és jövőképet mutat. Ez 1848-49 és a mai nap közötti legfontosabb párhuzam. A megemlékezés végén a jelenlevők megkoszorúzták a világ 7. legrégibb Kossuth szobrát. Az 1848-as, 49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékére a Vajdasági Magyar Szövetség koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Topolyán a Nyugati temetőben.
Mirisz Nemesztovszky Kornélia, a topolyai helyi szervezet alelnöke üdvözölte a jelenlévőket. Ágoston Emilia és Bodor Sára, az Aurora Stúdió szavalói, Petőfi Sándor Magyar vagyok című költeményét adták elő. Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak a levelét Gara Katalin, a szabadkai magyar főkonzulátus képviselője olvasta fel. Orbán Viktor miniszterelnök levelében felhívta arra a figyelmet, hogy a magyarok szabadságát csak a magyarok vívhatják ki. A folytatásban Fremond Árpád, a VMS topolyai községi elnöke kifejtette, hogy nagy szükség van az összefogásra és összetartozásra. Ha megkérdezném önöket itt vagy a világ bármely részén, hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, nagy többségünk gondolkodás nélkül vágná rá, hogy március 15-e. Ezen a napon, amikor feltűzzük a kokárdát, akkor ezt nagy-nagy büszkeséggel tesszük. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre és azokra az őseinkre, akik szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel, akkor és ott, 167 évvel ezelőtt, abban a reménytelennek tűnő helyzetben. Az 1848-49-es hősöknek a nevét csak töredékében olvashatjuk a könyvekben. Azt azonban tudnunk kell, hogy a szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. Ilyen egyénekre van most is szükség. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erőket megsokszorozta, hogy tudták, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Ők tetteikkel bebizonyították, hogy bár egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. A továbbiakban Tomik Nimród történész fölvázolta a március 15-i eseményeket. 1847 őszétől tekintette át a történéseket, a 12 pontot, Petőfi Sándor nemzeti dalának keletkezését, a szabadságharc kimenetelét. Fazekas Ferenc, tiszamenti főesperes mondott imát a hősökért, majd a hősök sírjánál elhelyezték a kegyeletvirágait. A magyar kormány nevében Csallóközi Eszter, a belgrádi magyar nagykövetség és Gara Katalin, a szabadkai magyar főkonzulátus képviselője. A Magyar Nemzeti Tanács nevében Paskó Csaba atya és Bábi Attila, a VMS képviseletében Pál Károly és Józsa László, a VMS topolyai községi és városi szervezet képviselői nevében Fremond Árpád elnök és Mirics Nemesztovszky Kornélia alelnök közolózott. A topolyai önkormányzat nevében Kislinder Gábor polgármester és Plóh Edvin a képviselőtestület elnöke, a topolyai helyi közösség képviselői Szatmári Mihály és Márkus Zoltán, a VMS községi női fórumának nevében pedig Prokec Valéria és Paul Szikora Erzsébet helyezte el a kegyelet virágait. Tekints ránk, tekints szabadság címmel tartotta meg szombaton este hagyományos ünnepi műsorát a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ. A műsor kezdetén egy perces néma csenddel adóztak a helikopter katasztrófa áldozatainak. Az előadás kezdetén az egybegyűltekhez Hajnal Jenő, az MNT elnöke szólt, aki többek között kifejtette. Ennek a szabadság igényéből fakadó reménynek a napja lehet épp a mai, amikor Petőfi forradalmi hangjára kezdünk ismét figyelni. Március 15-e friss üzenetére, és benne felfedezzük azt a hangot is, amely is segíthet a gyógyuláshoz, és amely gyógyulásunkat is segíthet. Mert ha tárgyilagosan nézzünk Petőfi korára, akkor a 167 évvel ezelőtti és a mostani szorult helyzetet is megérthetjük. Sőt, választ kaphatunk arra is, hogy miből fakadt az az erő, amely változtatásokra ösztönözte az akkori nemzettársakat. Egyrészt hinni tudtak a gondviselésben, másrészt bizakodni akartak a jövőben, de legfőképpen abban voltak biztosak, hogy minden gáncs, akadály és nehézség ellenére képesek változtatni. Az 1848-as 49-es eseményeket feldolgozó összeállításban a Cirkalom Táncegyüttes, a Csalóka Zenekar, a Művelődési Központ leánykórusa, a Vajdasági Magyar Versmondó Egyesület tagjai, valamint az Óbecsei Fokos Zenekar is közreműködött. Az ünnepi műsort a számos tartományi és önkormányzati elődjárón kívül megtisztelte jelenlétével professzor dr. Győri Lukrécia államtitkárasszony, Csikós László államtitkár, Pásztor Bálint köztársasági képviselő és Józsa László a Szekeres László Alapítvány kuratóriumának elnöke is. A közel másfél órás előadást álló tapssal jutalmazta a közönség.
Bajsán március 14-én tizedik alkalommal emlékeztek meg Zákó István honvédalezredes sírjánál az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Az ünnepi műsoron elhangzott a Fohász a déli végeken című ének a Művelődési Egyesület Csalogány dalkörének tolmácsolásában. Ezután versek következtek, melyek erről a történelmi korról szólnak. Kunkics Lilla, Kölcsei Ferenc himnusz című költeményét tolmácsolta. Nagy Lehel előadásában hallhattuk Petőfi Sándor a 19. század költői című versét. Végül Vaszlavik István, Vörös Marti Mihály Szóza című versét szavalta. Ezután Nagy Tibor történelemtanár tartotta meg előadását, ezúttal a kokárda történetéről. Az Isten véd meg szép hazánkat kezdetű dal felcsendülése után a Topolyai Önkormányzat nevében Kislinder Gábor polgármester, valamint Fremond Árpád a VMS Topolyai körzeti elnöke, a VMS Bajsai Hely szervezetének képviseletében Plól Edvin elnök, valamint Lackovics Károly a Bajsai Helyi Közösség tanácsának elnöke koszorúzták meg Zákó István emlékművét. A megemlékezésen tiszteletét tette Egeresi Sándor tartományi képviselő is. Az egybegyűltek Silág György honvéd katona sírjánál is lerótták kegyeletüket. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya és Kishegyes körzeti szervezete március 15-én koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Topolyán a Nyugati temetőben a Hűsök sírjánál a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 167. évfordulója alkalmából. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt részéről Sípos Piroska köszöntötte az egybegyűlteket, majd a himnusz eléneklése után Bodor Sára, az Aurora Stúdió fiatal versmondója szavalt. A folytatásban Kovács László, a VMDP Topolya és Kishegyes körzeti elnöke történelmi emlékeztetőt mondott. Mi is itt igyekszünk méltóképpen emlékezni a márciusi ifjakról és az akkori eseményekről. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye. A nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak. Azok közül viszont lényegében egyedül jutott el a sikeres katonai ellenállás. Sörfőző Károly, a VMDK Topolyai Körzeti Szervezetének elnöke a forradalom utáni Magyarországról és a vajdasági magyarság helyzetéről beszélt. A megemlékezés további részében a VMDP topolyai és kishegyesi képviselői koszorút helyeztek el a Hősök sírjára, majd a VMDK, a civil polgári csoport, a Magyar Vitézi Rend, a Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat és a Vox Humana emberbaráti szervezet képviselői koszorúztak. Fazekas Ferenc, tiszamenti főesperes, imát mondott a hősökért. Orbán Viktor magyar miniszterelnök javaslatára Áder János magyar köztársasági elnök adományozta a magyar állami kitüntetéseket. Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szombaton Budapesten a Várkert bazárban Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter adta át az elismeréseket. 8 személynek a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozat elismerést, 10 értelmiségének pedig a Magyar Érdemrend lovak keresztje polgári tagozat elismerést nyújtotta át. Heten kapták meg a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést, 3-3 pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat, valamint a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat állami kitüntetéseket. A miniszteri díjak közül a Battyány Lajos, az Ibl Miklós, valamint a Magyari Zoltán díjat is kiosztotta a miniszter egy-egy kiemelt alkotónak. 3 vajdasági magyar értelmiség is átvehette az elismerést, mégpedig idősebb dr. Virág Gábor, művelődés és helytörténész nyugalmazott egyetemi tanár, és Vitkainé Kovács Vera, az Újvidéki Szerb Nemzeti Színház magánénekese, az Újvidéki Művészeti Egyetem rendes tanára a Magyar Érdemrend lovak keresztjét vehette át Lázár Jánostól. Kabók Erika, a Magyar Szó szerkesztője, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Március 17-én, kedden, 13 órától alakuló közgyűlést tart a Topolyai Tejtermelők és Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete a Topolyai Cserichárdában. A szervezők minden állattenyésztőt és tejtermelőt várnak, hogy a megalakuló egyesületen keresztül jobban tudják a jövőben az érdekeiket képviselni.
Március 14-e és 19-e között a Topolyai Alapfokú Zeneiskola szervezésében a Művelődési Ház moziterme a harmadik Topolyai Zenei Napoknak ad otthont. Ennek keretében tartották a 10. nemzetközi vonós versenyt, amikor a Tücskök ciripelnek elnevezéssel március 14-én és 15-én. Az Égi Húrok elnevezésű harmadik nemzetközi gitárversenyt ma tartották. Az Akkordeoniáda elnevezést viselő harmadik nemzetközi harmonika verseny március 17-én és a 7. zenei pillanatok nevű nemzetközi zongora verseny 18-án és 19-én lesz. A harmadik Topolyai Zenei Napok kísérő rendezvényeként március 17-én 19 órai kezdettel a Topolyai moziteremben a topolyai származású Németországban élő művész Palágyi Krisztiánat harmonika estet. A belépés ingyenes. Március 17-én kedden a Művelődési Ház kiállítási termében kerekasztal beszélgetést szerveznek a múzeumi estik keretén belül, hogyan képzeljük Topolyát címmel. A beszélgetés fő témája a városi park és egyéb környezetvédelmi problémáink lesznek. Az eseményre minden érdeklődőt várnak 18 órai kezdettel a Művelődési Ház kiállítási termébe. Jól kezdődött a bajnokság tavaszi része a TSC labdarúgói számára. Szombaton hazai pályán 4-0-ás félidőt követően 5-1 arányban sikerült legyőzni az Apatini Mladost együttesét. Mivel az első tavaszi fordulóban a táblázatot őszóta vezető Hurcsági Odzsaci csapata vereséget szenvedett, a TSC átvette a vezetést a Vajdasági Labdarúgó Liga bácskai csoportjában. A következő ellenfél idegenben a Pacséri Bácska lesz. Vajdaságban kedden napos időre van kilátás, csak kevés gomoly felhő zavarhatja a napsütést. A délkeleti szél sok felé lesz erős. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet plusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali kedden 12 és 15 fok között valószínű. Vajdaságban szerdán napos idő lesz kevés gomoly felhővel és csapadék nélkül. Az északkeletire forduló szél általában mérsékelt marad. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 0 és plusz 4, a legmagasabb nappali szerdán 10 és 12 fok között valószínű. Ma a Kamera tükrében című magazinműsorunkban a bácskosútfalvi központi megemlékezésről láthatnak összeállítást. Műsorunkat 16 óra 30 és 19 óra 30 perctől sugározzuk. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régiórádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon, valamint követhetik híreinket a Facebookon is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, kellemes televíziózást kívánunk, viszontlátásra! Thank you.